Köszöntöm nézőinket! Idén is színes programkavalkáddal és felhőtlen szórakozási lehetőségekkel várták az érdeklődőket a Turivárban és közvetlen környezetében a 7. vadászgyermeknapon. A hagyományos vadételek főzőversenye, a nudli készítés, valamint a felnőtteknek szóló pálinka mustra mellett számtalan gyermekprogram szórakoztatta a családokat. Az ingyenes programokat Várpalota város önkormányzata, a Verga ZRT és az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém megyei területi szervezete támogatta. Kellemes nyári hangulatot idéző időben rendezték meg 7. alkalommal Várpalotán a Vadász Gyermeknapot, melyre nagy számban érkeztek az érdeklődők, a helyiek mellett a környező településekről és a szomszéd várakból is a már méltán széles körben ismert és népszerű eseményre. A vadásznap évtizedes múltra tekint vissza, melyet már 7. éve a gyermeknappal együtt tartanak meg Várpalotán a vadásztársaságok közreműködésével, mondta el megnyitó beszédében Katona Csaba alpolgármester. Én örülök ennek, hogy ez most már ténylegesen hosszú évek óta egy hagyomány a településen, és ebből az alkalommal mindig alkalom nyílik arra, hogy valójában a vadászok bemutatkozzanak, bemutassák azokat a vadételeket, a vadásztársaságok, amelyeket egyébként nem biztos, hogy minden nap az asztalunkra kerül, és ezt meg lehet itt kóstolni. A vadásznap egyik kiemelkedő, hagyományos eseménye a vadételek készítése. Mint minden évben, ezúttal is az eddig megszokott színvonalon készültek a finomságok. Pörköltek, sültek, sőt, még rántott szarvashús is a terítékre került. Az ételeket szigorú zsűri bírálja minden évben, és ahogy azt a közönség megszokhatta, az elkészült ételekből bárki vadászhatott magának kóstolót. Ezúttal Nagy Rihárdot, a Vadász és Gyermeknap házigazdáját kérdeztük az ételekről és elégedettségi fokáról. Jártam mind a két részen, ugye itt a várfalhoz közelebbi részen vegetáriánus ételek, nudlit lehetett főként kóstolni, az úthoz közelebbi részen pedig vadételeket lehetett kóstolni. Legendákat meséltek egy kukoricaprószás fogásról, amiről sajnos én lemaradtam. Viszont itt a Pajag vidéki vadásztársaságnál sikerült ennem egy remek szarvasborjú pörköltet, csülökkel ráadásul, egészen isteni finom volt. Desszertnek pedig Rigóék készítettek nekem exkluzíve egy mákos nudlit, ami szintén nagyon-nagyon finom volt. Úgyhogy én abszolút elégedett vagyok, én megtöltöttem a pocakom. Alapjába véve nem szoktam vadételt tenni, nagyon-nagyon ritkán, viszont ahogy a vadászkamara elnöke és vezetői elmondták a megnyitójukban, ez az egyik apropója ennek a napnak, hogy kicsit népszerűsítsék a vadételeket. Én úgy gondolom, hogy itt, amiket hallottam eddig és amit kóstoltam, ez abszolút mértékben teljesült. Tehát itt fallják az emberek ezeket a vadételeket, a különféle vadételeket. Nagyon jó a hangulat, úgyhogy én személy szerint örülök, hogy eltévedtem erre, és hogy két ilyen remek fogást megkóstolhattam. Különleges attrakció volt az idei év gasztronómiai felhozatalában a nudli legkülönfélébb elkészítési módja. Várpalotán sokan gondolták úgy, hogy hódolnak a nudli készítés oltárán ezen a napon. Nem csak gusztusos, hanem rendkívül ízletes nudlik készültek, melyek minden korosztály elégedettségére szolgált. Emellett házi készítésű bodzaszörppel lehetett leöblíteni az ingyenségeket. Szoktam otthon is főzni egyébként, nyilván nudlit nem annyiszor, de ez mondjuk egy olyan klasszikus étel, amit minden gyerek szeret, felnőttek is szeretik, és mi egyébként erre a napra háromféle nudlival készültünk, egy klasszikussal, ami ugye egyébként otthon saját zsemlét szárítottunk meg, és daráltunk le, ezzel paníroztuk be tulajdonképpen a nudlit, ez volt az egyik, ezt egy házi epernekvárral készítettük el, illetve csináltunk egy olyan mákosat is, amihez akácmézet raktunk, és egy mentolevelet tettünk rá.
És a harmadik, amit készítettünk, az egy teljesen egyedi volt, egy vajon megpirított nudli volt, amit aztán egy vöröshagymával, fokhagymával és egyéb fűszerekkel, pirított fűszerekkel kevertünk össze, ami oliva olajjal készült. És hát nagy népszerűségnek örvendett, mert azt látjuk, hogy az összes elfogyott, tehát mi azt gondoltuk, hogy egyébként meg sem fogjuk tudni enni, ehhez képest az összes elfogyott. A forgatagban megérdeklődtük azt is, hogy mennyire népszerű étel a nudli. Jó, én a simát kóstoltam meg, a sima nudli. Porcukorral, lepellekvárral, nagyon finom volt. Olyan, mint a hazai. Mindeközben a várban már javában zajlott a házi készítésű pálinkák mustrája, melyet szigorú hozzáértők véleményeztek, hogy a későbbiekben kihirdethessék a nyerteseket. A döntés rendkívül nagy kihívás elé állította a mustrálókat, hiszen 173 féle párlatot kellett minősíteniük. 20 pontos rendszerben minősítünk. Tisztaság, illat, akkor íz, benyomás, karakter. Akik itt most részt vettünk nálunk a versenyen, ők szakérletbírálók, mérnökökről van szó, pálinka mérnökökről, okleveles értékszerű bírálókról. Hát őnek elég nagy gyakorlatuk van országos szinten, több száz mintát, vagy több, valaki több ezer mintát bírált már, nagy szakmai háttérrel, és ez is talán tud segíteni abban, hogy minden jobb minőségű pálinkák kerülnek az asztalra. A szomszédot, mikor meghívom, nagyon fontos, amikor a barátokat meghívom, de én úgy értem, hogy talán az a legfontosabb, amikor külföldi vendégeink vannak, és akkor nem is mondok országot, valahonnan a világból eljön valaki, hallott a pálinkáról, és megkapcsoltatjuk vele a pálinkákat. Ha ez sikerül és pozitív, azt mondom, hogy élménnyel fog időn elmenni, akkor ennek a szép kis hazánknak örepítettük a hírnevét, és én szerintem ez a legnagyobb dolog a világon. A gyermekek a pálinkázást ugyan kihagyták, de a vadételekbe és a nudlikba nagy örömmel belekóstoltak. Az étkezésen túl pedig igyekeztek ledolgozni a kalóriákat, melyre számos lehetőségük volt. A vár mögött körhinta és különféle árusok várták őket. Emellett többféle játékot is kipróbálhattak, melyek a régmúlt időkben népszerűek voltak. Az élelmesebbek és bátrabbak pedig a várudvaron mélyedtek bele többek között az íjászatba és a csatacsillaghajításba. Thank you.